Kedves Szabina és Viktor, eljöttetek ide az Úr templomába, hogy ő megpecsételje a ti szívetek szeretetét, egyházának a szolgája és a jelenlévő közösségének szín előtt. Krisztus Urunk az ő bőséges áldását adja a ti életetekre, ezért most a házasság szentségével akar gazdagítani és erősíteni titeket, hogy kölcsönös és örök hűségben vállaljátok a házastársak szent kötelességeit. Mindez őszinte méltóságot, őszinte szándékot kíván tőletek, ezért feleljetek azokra a kérdésekre, amelyeket most az egyház nevében fölteszek. Viktor, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad állatározásból jöttél ide, hogy házasságokos? Igen. Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ titeket egymástól? Igen. Ígéred-e, elfogadod-e a születendő gyermekeket, akikkel Isten meg akarja ajándékozni házasságotokat? Igen. Ígéred, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Igen. Szabina, megfontoltad és nagyobb szándékodat, és szabad állatározásból jöttél ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ titeket egymástól? Igen. Elfogadod a születendő gyermekeket, akikkel Isten meg akarja ajándékozni házasságot? Ígéred, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Igen. Viktor, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt, akarod a jelenlévő Szabinát feleségül venni? Akarom. Mondtál utána az imádságot feléje fordulva, Szabina. Szabina. Isten szent színe előtt. Isten szent színe előtt. Feleségül veszlek. Feleségül veszlek. Szabina, most te nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt, akarsz a jelenlévő Viktorhoz feleségül menni? Akarok. Mondtál utánam szintén feléje fordulva, Viktor. Viktor. Isten szent szín előtt. Isten szent szín előtt. Feleségül megyek hozzád. Feleségül megyek hozzád. A most megkötött házasságotokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ti pedig testvéreim, akik jelen vagytok, legyetek tanúi ennek az életszövetség elindulásának, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan, amit Isten egybekötött, azt az ember szét ne válassza. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. Nagyasszonyunk. Nagyasszonyunk. A boldogságos Szűz Mária. A boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy téged, Szabina, szeretlek. Hogy téged, Szabina, szeretlek. Szeretetből veszlek feleségül. Szeretetből veszlek feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak. Holtomiglan, holtadiglan. Holtomiglan, holtadiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. Cseréljétek meg a keresztet. Jobb kéz a szívre, bal kéz a keresztre. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. Nagyasszonyunk. Nagyasszonyunk. A boldogságos Szűz Mária. A boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy téged, Viktor, szeretlek. Hogy téged, Viktor, szeretlek. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak. Holtomiglan, holtadiglan. Holtomiglan, holtadiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. Szabina. Szabina. Viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.
Gilt megcsókolod, húzod az ujjára és mondod, Viktor, Viktor, viseld ezt a gyűrűt, viseld ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jeléül, szeretetem és hűségem jeléül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Amen. Szeretettel köszöntöm Zsonda Szabina menyasszony, Matyóka Viktor vőlegényt, a szülőket, a tanukat és valamennyi kedves vendéget. Kedves egyes pár, életetek szép pillanatához érkeztetek el a mai napon, amikor azzal a szándékkal jelentetek meg előttem, mint anyakönyvvezető előtt, hogy egymással házasságot kössetek. Az élet legnagyobb varázslata, amikor két ember megtalálja egymásban azt a társat, akinek az életét gyönyörűvé akarja varázsolni. Veletek megtörtént ez a csodálatos érzés, kialakult a szerelem, az életnek egy olyan ajándéka, ami a mindennapok örömébe van csomagolva, a figyelmesség szalagjával van átkötve, és meghittséggel, törődéssel van díszítve. Ma mindkettőtök szíve tele van az egymás iránt érzett szerelemmel, szeretettel, a közös jövővetett hittel és bizalommal. Mindketten úgy érzitek, hogy szerelmetek kiállta az időpróbáját, ezentúl együtt, egymásért, házassági kötelékben szeretnétek vállalni az élet minden örömét és a kihívásokat. Házasságkötéseteknek a hozzám benyújtott okmányok szerint törvényes akadálya nincs. Házasságkötésetek úgy lesz érvényes, ha a szabad akaratotokból mindenféle kényszer és ráhatás nélkül kötitek meg. Házasságkötésetek úgy fog jogi érvénnyel bírni, ha előttem és az itt megjelent két tanú előtt egybehangzóan kijelentitek, hogy egymással házasságot kívántok kötni. Ezért előbb kérdést intézek a menyasszonyhoz, majd a vőlegényhez, és kérem, hogy meggyőződésetek szerint válaszoljatok igennel vagy nemmel. Kijelented-e, Zsanda Szabina menyasszony, hogy az itt megjelent Matyóka Viktor vőlegénnyel házasságot kívánsz kötni? Igen. Kijelented-e, Matyóka Viktor vőlegény, hogy az itt megjelent Zsanda Szabina menyasszonnyal házasságot kívánsz kötni? Igen. Ezen egybehangzó kijelentéseitek alapján megállapítom, hogy Matyóka Viktor és Matyóka Zsanda Szabina a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársak. A világnak minden táján az egymás szerető emberek jegygyűrűt, csillogó aranykarikát húznak egymás ujjára. E két aranykarika gyűrű jele annak a köteléknek, amely szívetekben köttetett. Nemes és tiszta, mint az az érzés, amely bennetek van, és végtelen is, mint az egymás iránt érzett szerelmetek. A hűségnek, a szeretetnek e szép szimbólumát néhány perccel ezelőtt tőletek, még mint menyasszonytól és vőlegénytől kértem el. Most visszaadom azzal, hogy húzzátok egymás ujjára, már mint férj és feleség. Mindketten teljes odaadással, szívetek egész szeretetével őrizzétek egy gyűrűket. Azt, hogy szerelmetek hol kezdődött, azt itt tudjátok. Hogy hol ér véget, azt soha ne keressétek. Én azt kívánom, hogy házas életetek olyan legyen, mint jegygyűrűitek, arany és végtelen. Most pedig forduljatok egymással szembe, a férj a feleség a férj jobb gyűrűs ujjára húzza fel a gyűrűt, mert a gyűrűváltás az egymáshoz tartozás szimbóluma. Most pedig megkérlek benneteket, hogy lépjetek közelebb szüleitekhez, öleljétek magatokat, sorosan magatokhoz őket, és amit szavakkal nem lehet elmondani, tegyék meg helyettetek a virágok.
Meg szeretném kérni a hajadon lányokat, és fáradjanak ide mögénk, mert mindjárt repül a díszes mennyasszonyi csokrunk. Gyertek! Mindenki! Gyertek! Nincs kivétel! Temeska! Mert paráztam, hogy egyedül vagyok. Engedd el a kis kezébe! Oda szépen! Hát, attól még játszik! Óvatosan! Hát ez még elég szerény. Hát, hol vannak a hajadon lányok? Ennyi összesen? Úgy. Oké. Okay. Csak három. Igen. No, kedves vendégek, kedves gyönyörű szép hajadon lányok. Mennyasszonyunk arra kíváncsi, hogy az ő példáját jövőre, hogy azt követőben ki fogja követni. Kicsit bízok benne, hogy aki ezt a szép mennyasszonyi csokrot elkapja, majd az ő esküvén is jó pénzért én vezényelhetek. Úgyhogy akkor lássunk is neki. A nászépet szeretném arra megkérni, hogy segítsen nekem számolni. Egyel kezdünk, hárommal végzünk. Tehát akkor egy, kettő, bocsánat, elnézést. A mennyasszonnyal meg tudjuk egyébként beszélni, hogyha van rá külön jelentkező, van az a pénz, amiért oda dobjuk. Van rá jelentkező? Hát mennyit adsz érte? No? Minden pénz megér. Hallottam. Jobb oldalra célom rá, jó? Már szopat is mondta. No, kedves hajadonlányok, gyert egy kicsit közelebb. Nem szabadrugásnál vagyunk, nem így várjuk a csokrot, hanem így. Jó? Mindenki tegye fel a kezét. Milyen évben fogod ez a kérdés? No. Milyen évben fogod? Ahogy esik, úgy puffan. Tegye fel mindenki a kezét, és akkor számoljunk. Egy! Kettő! Bocsánat, még eszembe jutott még egy kis hülyeség. Otthon kérdezi a fiam, hogy apa, mi Ádámtól és Évától származunk? Mondom, így van kisfiam, ügyes vagy. De akkor anya miért mondta azt, hogy a majmoktól? Fogom így a fejem, mondom, kisfiam az anyád szülei. No, akkor hagyd repüljön az a mennyasszonyi csokor. Egy, kettő, három! Nagy tapsot kérünk! Kedves vendégek, kedves násznép! Viktor úrnak van egy nagy feladata. Megtalálni az ő követőjét. Le kell vadászni a gyönyörű szép mennyasszonyunkról egy kis harisnyakötőt, így van? Ami a bal vagy jobb oldal? Bal? Jobb? Jobb. Hát figyelj, foggal kell. Jó? Biztassunk meg egy nagy tapsra! Hajrá, hajrá! Annyira fel nem kell menni, most nem az a Viktor! Na! Foggal! Csináld! Este is ezt szoktam, hogy csak csináld? Jó van. Milyen idő van ott bent? Jó idő van, oké. Okay. Hiányzik neki egy kis taps! No hát, meg vagyunk. Gratulálok! Így sikerült. Sikerült, igen. Egy percben benne voltál, bőven. Viszont most már csak mi hiányzik ide? A te követőid, a legények, így van? Legények. Szép szál legények, ide várunk benneteket. Nagy volt. Nagy volt. De valami tartásra. Na szép szál legények. Gyertek közelebb, gyertek. Nem kell félni, nem annyira vészes, túl lehet élni. Így van, ez nem olyan nagy dolog. Számba volt? Azért jön körbe. Kedves vendégek, látják? Mindenki így áll. Pedig nem szabad rugás lesz. Nem is. Fel a kezeket. Fel a kezeket, úgy. No hát, kedves legények. Én azt kívánom nektek, hogy az este folyamán a pálinkát literszámra igyátok. De még mielőtt a pohárhoz nyúlnátok, ezt a szép harisnyakötőt vígan elkapjátok. És egy nagy tapsal biztassuk meg őket, és akkor háromra. Kedves násznép, segítsenek nekem számolni. Egy, kettő, és három! Gyorsakat! Nagy tapsot kérünk! Нашето молодјаци, да воспитаемо зараз из
вашим великим сімейним святом. Бажаємо, щоб ви все були щасливі, так як сьогоднішній день. І бажаємо много діточок, як на небі зірочок. І щоб була ваша кріпка така сім'я, я вам бажаю одного терпіння один до одного. І щоб ви любили один одного. Не забували за своїх батьків, не забували за батьківський поріг. Щастя, миру вам, любові, любіть один одного. Орка. Szeretnének te kívánni egy régi mondás alapján, hogy soha ne feküdjetek le haraggal, és ne a szexel béküljetek ki. Ne az ágyban béküljetek ki. Sok boldogságot! Bazsájú молодим, головне, щоб вони розуміли один одного і пробачали один одного. Я думаю, якщо це буде так, то все буде добре. Kedves Szabina és Viktor, én a kedvenc szerelmes üzenetemmel szeretnék nektek minden jót kívánni, de vagy csendben. Ez egy Baudelaire idézet. A szerelem olyan bűn, amelyben nem lehetünk meg cinkustárs nélkül. Kívánom, hogy örök cinkustársak legyetek az életben. Én sok boldogságot szeretnék kívánni, és gyermekeket. Hogy beszélsz? Én Galeg. Ugye ukránul vagy magyarul. Бажаю, щоб ви були щасливі, щоб ваші дітки тільки радували вас і ви мали тільки сльози радості від них. Щастя! Sziasztok, Szabina és Viktor. Azt mondták, hogy itt most valami kreatív jó kívánságot kell mondani, de ezt hamarabb is mondhatták volna, mert már vagy három szélát és két almát megittam. Szóval, amit én kívánok nektek, az sok-sok szeretet, szerelem, hűség, kitartás, erő. De ezeket amúgy mind tudjátok, szóval legyetek boldogok is, tegyétek egymást boldogjá. És remélem, hogy még egy ugyanilyen bulit csapunk, de reggelünk majd valamikor. Na, hát akkor én annyival kezdeném, hogy Viktor, negyedikén van egy kettes műszakom vasárnap. Neked van egy, azt hiszem, szerda hatos, úgyhogy ezt majd arra cseréljük el, szakma félre, és hát akkor mind a ketten sok boldogságot kívánunk nektek. Nagyon sok gyereket. A legtöbbet. Nagyon sok örömet és boldogságot. Mindjárt. Kevés veszekedést. És mindjárt iszunk egyet. Imádjuk, szeretjük. Viktor bátya, imádlak. Szabinám, imádlak, szeretlek. Nagyon sok mondani való van. Viktor az egyik, nem az egyik, a legeslegjobb barátom. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagyok. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Szabina ennyire boldog, mert Szabinának ránézel, és így most a vége értel, és Szabina boldog, és jó volt ez az egész buli. Én csak annyit tudok erre mondani, hogy sok boldogságot kívánok nekik. Az a lényeg, hogy én Szabinának és Viktornak azt kívánom, hogy életük végéig legyenek együtt. Azért, mert ez nagyon szép esemény az, hogy így megszervezték, és így, hogy vírusnak minden óvhoz, és nincs erről szó, nem. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok nekik, és én azt kívánom, hogy legyen majd parasztmondjára, legyen majd nyavut kölyök, érted, most legyen itt a íze, nem kell nyolc, legyen kettő, egy vagy két gyerek, legyenek boldogok, de életük végig legyen boldogok. Ne ez legyen a legszebb napjuk, ami most volt. Nagyon elérzte magát mindenki, ne ez legyen a legszebb napjuk, mint ahogy a templomban a pap is mondta, ne ez legyen a legszebb napjuk, hanem az innentől kezdve életük végig, az egész életük, az legyen a legszebb. Köszönöm szépen! Kedves fiatalok, Szabina, először hozzád szeretnék szólni, ismersz bennünket nagyon régóta, két vagány srác szülei vagyunk, és aki a sors lánya látott volna meg bennünket, akkor ilyen lányt kívántam volna magunknak, mint amilyen te vagy. És örülök neki, hogy megtaláltad Viktor szemében a párodat, vagy személyében. Volt szerencsém végig kísérni az életeteket, addig a pontig, míg eljutottatok, és azt kívánom, hogy a jövőben is részesei lehessünk az életeteknek. Nagyon sok boldogságot kívánok nektek. Kedves Viktor és Szabina, ez egy igen rögtönzött videó lesz számotokra, de azt hiszem, hogy szívből fog szólni pont ezért, és azt szeretném nektek mondani, hogy nagyon boldog vagyok, hogy
hogy megsikerült ez az esküvő, és hogy összekötitek az életeteket. Ez egy hatalmas elhatározás, és én tudom azt, hogy nektek sok mindenben volt a gondjaitok, meg úgy ez az egész esküvő mizéria, de együtt sikerült nektek ezt átvészelni, és biztos vagyok benne, hogy bármilyen akadályt is így fogtok venni, és megbeszélni minden. Szerintem Viktor, te nagyon sokat változtál Szabina mellett. Szabina, nem tudom, mert nem nagyon ismertem előtte, de látom, hogy Viki, te mennyit változtál jó irányba, és ez szerintem te is tudod, és nagyon hálás vagyok Szabinának is. Mondtam is neki, hogy nagyon örülök, hogy végre a családban lesz egy újra, úgymond egy művész, egy rajzművész, és ez szerintem nagyon szuper. Bízom benne, hogy az utódoknak is lesz hasonló érzéke és érdekeltsége, úgyhogy sok boldogságot kívánok, és remélem, hogy sokat fog utazni a jövőben, mert tudom, hogy ti is szeretek utazni, én is szeretek utazni, és én Bálint is, és remélem, hogy együtt fogunk még egy csomó helyre eljutni, Amerikába is esetleg, vagy van egy tök jó hely Olaszországban, amit meg akarom mutatni, úgyhogy bízom benne, szép éveket kívánok nektek, és legyetek nagyon boldogok Henryvel együtt. Sziasztok! Hát nem is tudom, hogy mit mondjuk nektek. Nagyon örülünk, hogy egybe kértetek ezen a napon meg, hogy itt együtt lehetünk. Tehát malacka. Mert nekünk a kis malackánk van, aztán olyan lányunk, hogy most már van egy másik malacunk, mint ott. Idézőjelben mondjuk. Nagyon sok boldogságot kívánunk nektek, és azt kívánjuk, hogy egész életetekben minden sikerüljön. Amit csak szeretnétek, meg amit elterveztetek. És azt mondom, maradjatok olyanok, amilyenek most vagytok. Mert nekünk most igazán egy jó kis páros vagytok. Azt kívánok nektek, legyen nagyon boldog és hosszú életetek. Mondom valami. Drága gyermekem, Viktor, lányom után fiam vagy. Nagyon örülünk, hogy a családunk tagja lettél. Büszkék vagyunk rátok. És nagyon kívánjuk nektek, hogy teljesüljön az álmotok, és nagyon szeretünk benneteket. Ezt én kihagytam, de én is. Kedves gyerekek, ez a nap örökké emlékezetes lesz számotokra, és köszönjük, hogy ilyen ünnepet szerveztetek. Én úgy gondolom, hogy az életetek is egy csupa ünnep lesz, ha úgy szervezitek, úgy alakítjátok. És úgy gondolom, hogy a jövőben abszolút megértés, szeretet és boldogság fog övezni benneteket. És hogyha az én őszakállamra egy unoka is jönnek, nagyon boldogok leszünk. Úgyhogy éljen az ifjú pár! Sziasztok! Én énekeltem nektek, és nekem ez a szó hozzátok, hogy legyetek boldog. Drága vendégeik, és a Násznép, és az én fiam biztos most leálljon, mert ez még nem tudja, hogy mit következik. Az az igazság, hogy mi történt, hogy itt lettek volna ezek a rokonok, a mi rokonok, aki nem tudnak most átjönni, és igazából én azt gondoltam, hogy minden szülő mondja egy szó a saját, vagy nem csak saját, ami már bocsánat, ami a gyerekeknek szól. És igazából én nem tudtam szavakkal ezt kijönteni. Ahogy voltam valamikor ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen énekes, megbocsátanak, hogy nem annyira szuper leszek, de én csak énekben tudtam volna a bocsásos Szabina a fiamhoz szólni. Én úgy gondolom, hogy a végén megértettek, hogy a dal miről szól. Ez az én szavaim hozzátok. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel, és elnézzetek, hogy valami nem úgy lesz,